Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben sakmagazin 2015. júliusi adásában. Én Gunyáth Zoltán műsorvezető vagyok. Állandó vendégem, segítőtársam Varga Péter nagymester, a Sakszövetség elnökségének a tagja. Ahogy azt hónapról hónapra meg szoktuk tenni, folyamatosan beszámolunk a megye sakkéletének főbb történéseiről. Ezt szeretnénk a mai napon is tenni. Előző adásunkban megemlékeztünk a magyar sakk történelmének egyik kiemelkedő egyéniségéről, Bilek István nemzetközi nagymesterről, sokszoros olimpikonról, most pedig a szűk megye történéseire szeretnénk szorítkozni. Június 27-én és 28-án rapid versenyeket rendezett a megyei sakkszövetség. A rapid verseny azt jelenti, hogy csökkentett a gondolkodási idő. Jelen esetben 20 perces gondolkodási idő partikról volt szó mindkét versenyen, amelyek emlékversenyek voltak. A megye sakkéletének egy-egy kiemelkedő egyéniségének az emlékére rendezett versenyekről számolunk be. Szombati napon, június 27-én a Moravec-Ferenc emlékverseny megrendezésére került sor, ezúttal a tizedikről. Bizony több mint 10 éve már, hogy elhunyt Moravec-Ferenc, a startmozgás korlátozottak egyesületének az egyik alapítója és állandó csapatvezetője. Az ő emlékére hozzátartozói, testvérei és a volt csapattársai szervezik és rendezik a Moravec-Ferenc emlékversenyt, amelyen hétforduló lebonyolítására került sor. A verseny helyszíne a Tiszavasvári úti esélycentrum volt, a megszokott helyszín, már rendkívül sok alkalommal rendeztük meg ott a versenyt. A versenyen a díjasok voltak, Horváth László doktor volt a bronzérmes, ő egy nyugalmazott főiskolai tanár, a Nyíregyházi Fetivis Sportegyesületnek a játékosa, és amellett Borsod megyében is sakkozik a Hidas Németi csapatában. Ő bizonyította, hogy idősakkozó, nem vén sakkozó. A közkedvelt professzorunk a szokott élénk dinamikus, aktív, kombinatív stílusával vívta ki magabiztosan a bronzérmes helyet, tőle jóval magasabban jegyzett sakkozókat is legyőzve. Az ezüstérem annak a Lengyel Lászlónak jutott, aki már több alkalommal bizonyította sakktudását a nyírségi tornán is és más versenyen is. Csak egy hajszállal maradt le a bajnoki címről, ami valami különös véletlenek összjátéka folytán nekem jutott. Másnap, június 28-án rendezte a Megyei Sakkszövetség a Bodor Lajos emlékversenyt. Bodor Lajos bácsiról tudni kell, hogy ő közel 2 évtizedig, 19 évig volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sakkszövetségnek a főtitkára. Ez gyakorlatilag azt a pozíciót jelentette, hogy Lajos bácsi volt a megye sakkéletének szervezője is, rendezője is, vezetője. Egy nyugdíjas katonatiszt, alezredes gépészmérnök volt Lajos bácsi, aki nyugdíjas éveit tulajdonképpen a sakknak szentelte, szinte egésznapos elfoglaltságot jelentett ez. Amellett ő sakkozó volt, versenybíró volt, nagyon sok területen bizonyította emberi tulajdonságait, és a megyei sakkszövetség minden évben emlékversenyt rendez az ő emlékére. A versenyt megtisztelték Lajos bácsi hozzátartozói is, parás csaták, de sakkbaráti hangulatú parás csaták alapján dőlt el a bajnoki címnek a sorsa. A bronzérem a Piremon egyik meghatározó játékosának és nevelőedzőjének, Trembác Lászlónak jutott. Az ezüstérem egy Nyíregyházáról elszármazó mesternek jutott, Karsai Istvánnak, aki jelenleg Kiskunfélegyházán sakkozik, de természetesen haza szokott jönni a Szabolcs megyei versenyekre is. A bajnoki cím egy főorvosnak jutott, aki rendkívül eredményesen műtötte meg ellenfeleinek a királyát, úgy eredményesen, hogy a királyok rendre elhaláloztak a kezei alatt, ami orvosként rendkívül szomorú dolog volna, jelen esetben azonban dr. Paszerbovics Sándor a sakktudását villogtatta, és megérdemelten vívta ki a bajnoki címet. Meg kell említenem még azt is, hogy a negyedik helyen egy 12 éves fiatal tehetség végzett,
Tóth Tibor, a nyíregyházi piramonesének a versenyzője, aki egyetlen hellyel szorul csupán mestere, Trembác László mögé. Emellett természetesen mind a Moravec emlékversenyen, mind a Bodor emlékversenyen számtalan díjat és külön díjat osztott ki a rendezőség. Sokkal fontosabb verseny azonban a nyírségi torna. Egyúttal ez már a 34. nyírségi torna nemzetközi sakkverseny volt, ahol túlléptünk az 1/3 évszázadon. Azt hiszem, hogy semmi különöset nem árulok el, ha elmondom, hogy Péter nagymester Fide bíró volt a versenynek a főbírája. Péter, mondd el nekünk, mekkora volt ez a verseny, milyen volumenű? Igaz-e, hogy voltak-e sakkozók külföldről, Ukrajnából, Romániából? Milyenek voltak a csoportbeosztások? Gyakorlatilag ugye a tavalyi évtől kezdve már 4 csoportban van megrendezve ez a kiemelt versenyünk. Idén kevesebb külföldi játékos indult, Ukrajnából és Romániából volt egy-egy játékosunk. 140-en indultak összesen a versenyen, ami egy nagyon-nagyon szép létszám országos szinten, országos viszonylatban is. Azt hiszem, arra is figyelemmel, hogy pontosan ugyanerre az időpontra Magyarországon egy másik versenyt is szerveztek, ami néhány sakkozót értelemszerűen elvitt a nyírségi tornáról, de hát így is voltunk közel másfél százal. Ugye itt a közelben is volt egy verseny, az ország másik részében is volt, tehát akik mindig szoktak jönni, azoknak most el kellett dönteni, hogy hova jönnek, de körülbelül ezen a versenyen, tehát azt szoktam mondani, hogy 150-170 fő szokott részt venni. Egy picit most alatta maradtunk, de ez talán a B csoportnak volt köszönhető, ahol eddig majdnem mindig olyan 60-70 résztvevő indult, most egy picit, ugye egy harmaddal kevesebben, 44-en. Viszont az A csoportban ugye 21-en indultak, a C csoport, ami gyakorlatilag a közvetlen utánpótlás gyerekeknek való legjobb verseny, de természetesen felnőttek is játszhattak rajta. A 19-en is a legnépesebb, egyik legnépszerűbb versenyünk a gyerekcsoport, ahol 56-an mérkőztek meg ugye az értékes helyezésekért, és így jött össze ez a szép létszám, ami tényleg országos szinten az első 10-ben benne van. Tehát sokan szeretik ezt a versenyt, nagyon sokan visszajárnak, ugye 34 év távlatára visszatekintve, tehát nagyon-nagyon sok sakkszerető játékos jön erre a rendezvényünkre. Tehát akkor a Megyei Sakkszövetség 2 nappal a verseny után megelégedetten dőlhet hátra. Milyenek voltak a díjakat elérő sakkozók? Milyen volt a színvonal? A gyerekcsoportban volt-e kiemelkedő tehetség? A gyerekcsoport érdekes, ugye nagyon érdekes összetétele volt a gyerekcsoportnak, ugye 16 éves korig lehet itt játszani, ugye voltak 16 évesek is, általában azért ők végeztek az elején, de nagyon sok ügyes 10, 8, 10, 12 éves ifjonc kezdte el megmutatni a leendő ugye sakktudását, oroszlán körmét, igen, sakktudását, tehát ez nagyon-nagyon jó, főként a kisebbeknek ez a verseny. Természetesen ugye őket egy picit, tehát ugye külön is díjazzuk, tehát nem csak a legjobbakat, hanem 10 év alatti kategória is volt, 12 év alatti kategória, a lányokat is külön értékeltük, tehát ez mindenképp egy... Tehát, hogy legjobb lány külön díjas? Hát a legjobb lány és az első 3-at, igen, értékeltük a lányok között, úgyhogy ez nagyon-nagyon... nagy népszerűségnek örvendez a maga a gyerekcsoport, és maga a díjazással is az nagyon, nagyon sok díjat adunk ki, osztunk ki a gyerekeknek, ami miatt nagyon szeretnek jönni, és én úgy gondolom, hogy találkozunk itt a leendő versenysakkozókkal, megyebeli versenysakkozókkal, akik hát remélhetőleg több évtizedig fogják űzni ezt a remek játékot. Tehát, ha jól értem, 8 éves volt a legfiatalabb sakkmatador. Kik nyerték a versenyt? Hát ugye én most mennék vissza
inkább úgy mondom a gyerekcsoportnál, ugye, és akkor így... Hát a gyerekcsoport. Igen, a gyerekcsoportot, de aztán a többiről is persze majd fogunk beszélni. A gyerekcsoportban ugye első helyen végzett egy magyar fiatal, a Hajdú László, akinek szinte ez az első ilyen nagyon komoly eredménye. Ugye nagyon jól indult, gyakorlatilag azt hiszem, hogy 7-ből 7 nyeréssel indult, utána egy döntetlent leadott, egyszer egyik nap remegett meg a keze, akkor 2-t vesztett, de az utolsó nap 2 győzelemmel ugye sikerült azt hiszem, hogy 10,5 pontot szerezni a 13 partiból, és gyakorlatilag megérdemelten nyerte meg a korcsoportot. Második helyen is egy meglepetés, én úgy gondolom, hogy elég nagy meglepetés, Halascsák István végzett, aki a Betlennek a tanulója, és ugye a Dávid Eszcének a játékosa. Ő nagyon jó hajrájának köszönheti, hogy sikerült ezt a második helyet megszereznie, és úgy gondolom, hogy ez neki is az első ilyen nagy, nagyon erős eredménye, nagyon sikeres eredmény, amit elért. És harmadik helyen pedig, aki a tiszavasvári játékosa, a Fényes Ritkér érkezett hozzánk, ő pedig a Lippai Tibor volt. Ki volt a legjobb női sakkozó? A legjobb női sakkozó ugye a nyíregyházi illetőségű, és a nyíregyházi sakkiskolában játszó Pródi gimnáziumon tanuló Blahota Réka lett 9,5 ponttal, aki ugye volt versenyben végzett a második-harmadik helyezettel. Második helyen végzett Nagy Bettina. Ő Piremon sakkozója, az Apácaiban tanul. És harmadik helyen pedig László Kata végzett, aki a Móricz iskolában tanulója, és ő is a sakkiskolában kezdett el versenyszerűen játszani. Mi volt a C csoportban? Nevezzük úgy a kisebb értékszámúak csoportjában, az ifjú titánok. Ifjú titánok, ugye az 1600 élőpont alatti csoport volt, de még előtte megemlíteném, ugye, hogy volt a 12 év alatti és a 10 év alatti kategória is, ugye a 10 évesek kategóriáját Gyöngyi Bálint nyerte meg, egy nagyon tehetséges fiatal, neki szinte ez volt az első nagyon komoly versenye, és ilyen gyönyörű sikert aratva nyerte meg a jogos kupáját és ajándékait. A 12 évesek között pedig ugye Kormány Gábor végzett a legjobb helyen, ő pedig 9 pontot ért el, tehát nagyon, nagyon tehetséges és ügyes játékosok játszottak ezen a versenyen. A C csoport ugye az úgynevezett nemzetközi FIDE csoport, már 1600 élőpont alatt indultak, 19-en voltak, hát nagy magabiztossággal veretlenül lett első Blahota, dr. Blahota István, aki ugye a sakkiskola csapatában játszik, és ugye matematika professzor. Így könnyű kiszámolni a nyerő lépéseket, ha professzori teljesítmény nyújthat a C csoportban. Igen, és hát is nagyon jól is játszott ezen a versenyen, kifejezetten élvezetes jó partikat játszott, úgyhogy megérdemelten lett első. Ugye a második helyen a Balkányból érkező Szokolov Albert végzett, ő is veretlen volt. Ő azt hiszem, hogy 12 fordulóból talán 8,5 pontot ért el, és hát nagyon magabiztosan játszott. Tehát neki is sikerült döntetlent játszani a Blahota Istvánnal, ő volt az egyik, aki sikerült döntetlent rabolni a győztestől. Ő is régóta sakkozik már Albert is. És ez egy gyönyörű siker számára is, ez a második hely. Utána ki következett? Harmadik, negyedik helyen nagy halászi fiatalok végeztek, akik Vannai mestert előzték meg, és aki ugye az utolsóban vesztett, így sikerült Kormány Szabolcsnak ugye megelőznie őt, és ő lett a harmadik helyezett, és negyedik helyen pedig Radvánszky Viktor végzett. Szintén nagy halászi fiatal, 7,5 ponttal, ugye Szabolcsnak 8 pontja lett. Nagyon ügyesen, nagyon jól játszottak, megérdemelték ezt a kiemelkedő helyezést ők is, úgyhogy mindenképp én azt mondom, hogy érdemes ezt a C csoportot elindítani, mert innen fognak jönni azok a játékosok, akik a
az elkövetkezendő években a B, és remélhetőleg az A csoportban is fognak majd versenyezni. Eredményesen. Nézzük, mi volt az a B csoportban az eredmény? A B csoportban is mindjárt mondom az eredmény, de itt is voltak külön díjasok, amit meg kell említenem még. A C csoportban a legjobb leány versenyző, ugye szintén egy nagy halászti fiatal, Nagy Bernadett lett, aki nagyon-nagyon jól játszott, és Fidel élőt is szerzett egyben, tehát feliratkozott. Ugye második helyen Szabó Luca végzett, ő is nagy halászti fiatal, harmadik helyen pedig Kádár Vivien végzett, aki a Nyír Bátori egyesületnek a sakkozója, testvérével együtt. Igen. Meg kell említeni, hogy itt is volt 14 és 12 év alatti különdíj. A 12 éveseknél Dán Marcell végzett az első helyen. Ő is feliratkozott nagyon szép fideélő pontszámmal. Gyakorlatilag ő volt az, aki a vannai mestert elütötte itt az utolsó fordulóban az érmes helyezések egyikétől. Úgyhogy nagyon érdekesen is jól játszott Marcell. Második helyen végzett Kun Ágoston, aki szintén a sakkiskola játékosa, és nagyon sokáig jól ment, a végére elfáradt egy kicsit, és ott azt hiszem a zsinórba hármat vesztett, emiatt nem sikerült most előrébb végeznie, de meglepően jól játszott, és mindenképp dicséretesen végzett. A 14 éveseknél ugye a legjobb, a már említett Kormány Szabolcs volt, Radvánszky Viktor lett a második helyezett, tehát nagyon-nagyon ügyes játékosok voltak, akik megérdemelték és ezeket a díjakat, és mindenképp remélhetőleg jövőre is találkozunk velük majd. A B csoportra visszatérve, ott ugye 44-en küzdöttek az érmes helyezésekért, ugye minél jobb eredményért. Nagyon érdekes verseny volt, mert többször változott az éllovasnak a személye. Gyakorlatilag ugye az egyik legnagyobb meglepetés, hogy az első négy fordulóban, amíg csak 12 éves Tóth Tiborhoz fűződik, aki négyet nyert zsinórban, és ezzel ugye ilyen fiatalon vezette a B csoportot. Egyedül állt az élen. Hát utána egy picit ugye jött a fekete leves, de ettől függetlenül ez egy fantasztikus teljesítmény és eredmény volt Tibikétől. Utána Paszerbovics doktor vezetett két fordulón keresztül, majd jött Vitai Tamás, és a legvégén a győztes Lengyel László lett, aki ugye két évvel ezelőtt is megnyerte már ezt a csoportot, úgyhogy sikerült két év után visszaszereznie a B csoportnak a bajnoki címét. Gyakorlatilag 7 pontot szerzett, holt versenyben végzett Barta Gáborral, aki ugye Fehérgyarmatról érkezett hozzánk, és ott a Fehérgyarmatnak meghatározó játékosa, első táblása. Ő tavaly is holt versenyben végzett, az első három helyen, tavaly is Buholccal ugye az értékeléssel lemaradt a bajnoki címről. Idén már nem sok hiányzott hozzá, de idén is lemaradt még. Hát, hogyha ezt a tendenciát nézzük, akkor lehet, hogy jövőre talán ő fogja megnyerni, de ezt nem szeretném még itt elkiabálni. Meglátjuk, hogy mi lesz jövőre. Barta Gabi dinamikusan fejlődik, és igen jó sakkozó, de azért ott van még Vitai is, többszörös versenygyőztes. Lengyel Laci is nem először nyerte meg ezt a versenyt. Pozsonyi Pista is szóba jöhet, meg még sokan mások. Hát érdekes, hogy Vitai vezetett az utolsó forduló előtt, és éppen Pozsonyival játszott, aki ugye... A tanítómestere volt. Igen, és ugye a Pozsonyi ...nak sikerült megverni a Vitait, ezzel ugye Vitai visszacsúszott a harmadik helyre, Pozsonyi István pedig feljött a negyedik helyre. Ötödik helyen Romániából érkezett Antal István végzett, úgyhogy mindenképp nagyon jó verseny volt ez is. Külön díjasok voltak még itt is, akiket meg kell említeni, ugye a legjobb ifjúsági játékos Wagner Gergő lett 5,5 ponttal, aki ugye Záhonyi fiatal, a Tiszavasváriban játszik, és már régóta sakkozik. Ez egy kiemelkedő eredmény. Elvégbe ő lett a 9.
tehát éppen hogy lecsúszott a fődíjról, de ettől függetlenül lett a legjobb ifjúsági játékos, Berki Zsófi Anna ugye lett a legjobb női versenyző, már tavaly is ő volt, idén is ő lett a legjobb női játékos, a legjobb szenior Révész István lett, aki Kisvárdáról érkezett hozzánk, úgyhogy nagyon-nagyon jó játékosok voltak, és a legjobb Szabolcs-Szatmár Bereg megyei nem díjas, pedig Tumó Bence lett, aki a Piremon ifjúsági játékosa. És mi volt a helyzet az A csoportban, a mesterek csoportjában? Úgy tudom, elég sok mester igazolta ott a tudását, és rendezték el a nézeteltéréseket a 64 mezőn. Hát igen, 6 fidemester indult a csoportban, nagyon erős mezőny gyűlt össze. A versenyt nagyon magabiztosan nyerte Levicki Tibor, gyakorlatilag két döntetlent adott le a 9 forduló alatt. Hát ez elképesztő fölény. Igen. Főleg úgy, hogy Tibi, ha jól emlékszem, csak a harmadik legmagasabb értékszámú volt. Igen, de nagyon jól kijött, és nagyon sokáig küzdött, két királyig, nagyon megérdemelte ezt a bajnoki címet. Azt hiszem, hogy először nyerte meg a nyírségi tornát, de teljesen megérdemelte. Második helyen a magasabban rangsorolt Mester Gyula végzett, aki szintén jól játszott, ő 7 pontot ért el, 1 ponttal lemaradt. Máskor elég a versenygyőzelemhez, igen, most Tibinek most az elképesztő szériája miatt ez kevés volt. Igen. És ki lett a harmadik? Harmadik pedig Debrecenből érkezett Donka Péter, aki iskolaigazgató és ő is szintén fidemester, és nagyon jól játszott. Azzal sikerült megszerezni a harmadik helyet, hogy a versenyesztős számú kiemeltjét, Gály Józsefet, aki a Hajdúböszörményből érkezett, meg verte az egymás elleni rangadójukon, és ezzel ugye megszerezte ő is ezt a szép eredményt, ami mindenképp jó. Negyedik helyen végzett ugye Gály József, aki ő volt az első számú kiemelt. Első számú kiemelt volt, egy picit ugye ezzel a vereséggel hátrébb szorult, de ettől függetlenül, tehát ő is jól játszott, és megérdemelték ezeket a helyezéseket. Kik voltak a legjobb Szabolcs megyeiek? Hát igen, a legjobb Szabolcs megyei ebben a csoportban szerintem... Két olyan sakkozó volt, aki igen, számításba jött. Az egyik Karsai István volt, aki elviekben ugye elszármazott, ugye sokáig Szabolcs megyében élt, most ugye Kiskunfélegyházán van, de ő ugye fődíjas is lett. Ugye Szulics Imre bátyánk, aki rendszeres, én úgy gondolom, hogy szerintem az összes nyírségi tornán játszott, rendszeres részvevőjét a nyírségi tornáknak, és a másik, aki még itt ugye játszott a versenyen, ugye többen játszottak itt a megyéből, ugye Barnóth Róbert volt még, aki Rádai játszott. Zoltán. Rádai Zoltán is volt. Azt ugye hiszem a legjobbak voltak Bodrogi László mérnök is úr, illetőleg dr. Radics László. Igen, igen, igen. Hát a legjobb ifjúsági ugye Rádai Zoltán lett, aki szintén ugye a Piremon játékosa, és nagyon sokat fejlődött az előző egy-két évben, úgyhogy mindenképp nagyon-nagyon szép pályafutásával Zoli előtt. Hát biztos, és az, hogy az A csoportban mérettette meg magát, indulhatott volna a B csoportban is, de ő mindenképp ugye a kihívásokat tartja szem előtt, és ezért az A csoportban indult, és ez ugye a legjobb ifjúsági játékos címét is megszerezte. Ugye a legjobb Szabolcs-Szatmár Bereg megyei játékos végül is, hogy a Bodrogi László lett, ugye, és Radics Lászlót kell még megemlíteni, aki ugye megyénk második legjobb sakkozója lett ezen a versenyen. Kissé elszállt az idő. Az idő előre haladtára tekintettel nem tudunk egy-egy jellemző partit bemutatni a csoportgyőztesektől. Én azt ígérem, hogy a következő adásban bemutatjuk a csoportgyőzteseknek egy-egy partiját, amelyek fellelhetők a megadatbázisban. Gondolunk itt az A csoport, B csoport és a C csoport győzteseinek egy-egy szép, jellemző, tanulságos partiaira is. Az elkövetkezendő hetekben
a megye sakk életében úgynevezett uborka szünet következik be, nem sok verseny lesz. Szeptemberben azonban beindulnak a nemzeti csapatbajnokságnak a küzdelmei, az NB2 beindul, majd a megyei csapatbajnokság is, és az év végén, december hónapban fogja a sakkszövetség megrendezni a megyei egyéni bajnokságot, a megyei egyéni villámsakk és rapidsakk bajnokságot is, ami nemzetközi kitekintésű verseny lesz, külföldről is vannak már érdeklődők a megyei bajnokságra. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmünket, viszontlátásra! Viszontlátásra!